Míg a legtöbb településen farsang temetéssel, bábúégetéssel űzik el a telet, addig a Maros megyei Kibéden egyedülálló módon farsang lakodalmat szerveznek tavaszváró gyanánt a helyi fiatalok minden évben. A faluban élő fiúk számára ez azonban nem csak egy mókás rendezvény, hanem egy szimbólum, a férfivá válás szerves része, ugyanis ahhoz, hogy valaki ostoroshoz méltó öltözetet viselhessen, előbb úgynevezett szépnek kell lennie. A cél tehát az mindenkinek, hogy a ranglétrát megmászva felvehesse a csúfok maszkját, ezzel is jelezve, hogy ő már felnőtt, kész férfi. Idén egy 40 főt számláló csapat szervezte meg a település specifikus eseményt. Ennek a farsangi hagyományunknak körülbelül egy évszázados múltja van. Ebben a formátumban olyan 80 éve jött be, ugye voltak kiagyások, világháború, egy-egy év, amikor más esemény miatt kimaradt, de viszont minden évben próbáljuk megszervezni és megtartani ezt a farsangot. Elég szép számba gyűltünk össze, ugyanis 40 személyből áll a csapat, egy-két plusszal. Az korosztály az olyan, hogy régebb csak katonalegények öltöztek. Viszont mostanában, 40 év tárlatában le kellett nyúlni a konfirmandusokig. Tehát ilyen 13-14-től egészen 23 éves körül lehet öltözni, vagy 24. A megszokott módon a program most is gyülekezővel vette kezdetét a helyi iskola udvarán. Itt elkészült a csoportkép, majd a farsangolók elindultak, hogy végigjárják ostor csattogtatás kíséretében az utcákat. Én most öltözök másodjára. Tavaly öltöztem elsőnek, és akkor most felöltöztem koldusnak. Nagyon jó mulatság ez az egész, meg úgy, hogy körbejárjuk a falut és fenntartani ezt a hagyományt, nagyon jó élmény számomra. A szépek minden háznál táncolnak, ahol beengedik a menetet. A falunknak a farsangja elég egyedülálló. Tehát én azt gondolom, hogy pont ugyanilyen nincsen sehol. Én ezért szeretném, hogy fennmaradjon még legalább 100 évig, 200-ig, míg a világ. A mai nap úgy fog kinézni, hogy innen az iskola udvaráról fényképezkedünk, ez az, és 10 óra, fél 11-ig elindulunk, és körbejárjuk itten az utcákat. Ahova beengednek, bemegyünk, táncolunk egyet, bohóckodunk, megkínálnak, eszünk, iszunk, és aztán indulunk tovább. Ez egy egész napos ceremónia. Farsang lakodalom apropóján rengeteg amatőr és profi fotós kilátogat Kibédre, hogy megörökítse az eseményeket, esetleg, hogy néhány szociófotót készítsen a faluban. Most hétvégén is sokan kihasználták az alkalmat, a remek művek egy részét a Facebook oldalon is meg lehet tekinteni.